Ebben a kísérletben az ozmózis jelenségét fogjuk tanulmányozni. Az ozmózis az egy olyan folyamat, amikor a félig áteresztő hártyán az oldószer vándorol a hígabb oldatból a töményebb oldatba. Most ezt az ozmózis mint jelenséget egy burgonya gumón fogjuk elvégezni. A burgonya gumóba már előzetesen vágtam egy lyukat, és ebbe a lyukba fogok konyhasút tenni, közönséges konyhasút, és nyilván várakozni kell, míg a folyamat beindul, de most egyelőre megtöltöm ezt az üreget sóval. Az ozmózis során ugye a sejtnevnek az összetétele, a koncentrációja, az nyilván hígabb, hiszen ha egy átlagos, mondjuk egy emberi vérplazmának a konyhasútartalmát nézzük, amit ugye fiziológiás sóoldatnál próbálunk imitálni, az egy 0,9 tömegszázalékos sóoldat. Most konyhasó kristályokat helyeztem a burgonyába, ami egyértelműen egy igen-igen magas sókoncentrációt, egy hiperozmotikus közeget fog nekünk itt képezni. Ennek hatására az üreget határoló sejtekből a víz el fog kezdeni beáramlani az üregbe, és ez a szilárd konyhasó kis idő elteltével fel fog oldódni, el fog folyósodni. Körülbelül egy órája készítettem elő egy másik ilyen burgonyát, ahol már teljesen nedves a konyhasó, és megjelent a burgonya alatt már sejtnedv, hiszen ez egy sóoldat lenne, egyébként egy tömény sóoldat, ami a konyhasó hatására, ugye a sejtekből kilépett. Lesz egy nagyon-nagyon csúnya, nem túl dekoratív burgonya is, amit két napja használtam tanórán az ozmózis jelenségének a bemutatására. Ez a burgonya már teljesen össze van esve, nyilván megbarnult a végbe menő oxidációs folyamatoktól. Egyáltalán nem látszik benne szilárd konyhasó, csak folyadékhalmaz állapotú, nyilván tömény sóoldat, és a burgonya alját mindenütt körülveszi a só. Tehát ez az ozmózis egy olyan jelenség, ami a félig áteresztő hártyán keresztül végbe menő folyamat. Ez a félig áteresztő hártya a kisméretű részecskéket, vízmolekulákat átengedi, a nagyobb méretű részecskéket nem engedi, de a sejtből a víz az ozmotikus koncentrációnak megfelelően vándorolni fog. A kísérletet 11. osztályban érdemes bemutatni, amikor a víznek a biológiai szerepét, vízbiológiai jelentőségét tanítjuk.